Sziasztok! Ez pont egyszerre volt, nem baj. Sztori, Szatyi, Ropi. Eddigiekben annyi történt, hogy kimentünk a világba, láttuk, hogy Ford miről regél, ugyebár a nénike, aki odabent van, akit nálam nem láthattatok, de Petinél biztos. Ezen felül olvastunk egy csomót, hogy az apja elment ugyebár legyőzni a rútot egyedül, mert hát valami októl fogva, nem az apja, a nagyapja, bocsánat. A nagyapja az úgy gondolta, hogy ő egyedül kenderbe veri az egészet. A felesége, az ugyebár itt van a bázison, a Rootmother. Szóval itt a nagynéni, de Ford erről nem tudom úgy. Én úgy tudom, hogy az a nagyanyja. Erről csak mi tudunk, ugye? Historia alapján, amit olvastunk. Ja. Egy, kettő. Ó, itt víz van. Sose figyeltem. És kajak. Ó, ezt sose néztem, hogy itt víz van. Ja, vissza a sztorihoz. Ford az ugyebár eltűnt. Ugyanúgy, ahogy a nagyanyja, csak a nagyanyja az előkerült, legalábbis sztoriból ugyebár tudjuk, hogy ő a Rootmother. Egy, kettő, három, négy. Egyébként az anyja meg meghalt. Mármint ennek a Fordnak az anyja, aki Ford kapitánynak a lánya volt. Nadine. Ő meghalt. Sztori ügyeleg, meg ott tartunk, hogy a labirintusnak a... Mi a keeper? Őrző? Védő? Mi ez? Ja, őrző. Azt kell megtalálnunk most, mert a Rootmother azt mondta, hogy oda kell mennünk ahhoz, hogy többet tudjunk meg arról, hogy hogyan kell kenderbe verni a rútot. Eddig ennyi a sztori. By the way. Plusz-minusz vannak olyan emberek, akikről még nem meséltünk, meg nem is beszéltünk. Ők pedig a Dreamerek. Csak meg van nevezve egy pár, például a Kassa, a Clementine, meg ilyen emberek ugyebár. Hol is jártunk? Church? Igen, onnan kell tovább menni. Tehát még ilyen sztori van, amit nem beszéltünk ki. Azok a Dreamerek, hogy... Gabriel is volt csak. Ja, Gabriel. Ez mind a három külön világba került. Mert, mint mondtam, ez olyasmi, mint az Avatar című film, hogy ezen a kövön keresztül, amivel most portalunk, azon keresztül csatlakoztak rá így elmében más bolygók lényeire, vagy más dimenziók lényeire, inkább így mondom. És az ő fejükből látták a világot, ugyebár, és így tanulmányoztak más-más életformákat más dimenziókban. És ebből lett a baj. Ugyanis a Dreamerek nagy része meghalt. Szóval... Ja. Hát igen, ez kapcsolatot létesítettek a Root-tal, ami nem volt jó ötlet. Igen, igen. Mert a Root az egy invazív faj, mint láthatjuk, tehát ő megy, oszda rá, megbasz mindent. Kétszer. Az akadásaimra nem tudtam rájönni, hogy mi volt. Valószínűleg a Wi-Fi egyébként. Arra tudtam következtetni csak. Az meg, hogy néha ugrál a videóban egyet-egyet a maga a videó, olyan, mint a beletekernél 2-3 szeket, az sajnos egy PS probléma, amit valami októl fogva Sony nem csinál meg. Így az így is marad. Szóval nálam, meg nem tudom, hogy nála szokott-e ilyen lenni. De ezt sokan írták egyébként, mert utána olvastam, hogy PS Pro-n és 4-en is tök random előjön ez a hiba, és nem tudnak vele mit kezdeni. És a Sony nem mond róla semmit, hogy ki lesz a patchelve, vagy mi lesz ezzel. Fú, már nem is emlékszem, melyik videómban láttam párat. Talán Sekiro. Vagy ami jól nem tudom. Na. És akkor... Go! Itt jobb oda... Another player... Ja? Itt jobbra már lementünk. Tudok el majd most is menni.
Ja, meg fegyvert cseréltem, a sotit lecseréltem egy ilyen morász puskára. Sőt. Kapott egy fejest. 243-at vagy mennyit lőttem bele? Nem látod? De... 20 felfele. Meghalt. Igen, neked is az lesz a problémád, hogy közelharci fegyvered van csak. Au, 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 au. Megvan. Na, ezért kellett a hunting rifle. Jó messziről tudom őket lődözni. Mivel minden játékban többnyire sniper szerepet játszok. Mondjuk kontrollerrel nem hívnám magam snipernek, max egy noob fasznak, de... Na, őt fejbe tudom lőni. Várj egy kicsit, várj egy kicsit. Ja, őt? Várj. Hoppá, az egy elit. Szólj, ha mehet. 3, 2, 1, tűz! Meghalt! Hoppá, mögöttünk! Ja, az te vagy! Hú, baszki, majdnem lőttem neked egy fejest! Mögötted! Itt a... Fingelen! Látom, látom! Resist! Lovos! Hát... Jaj, még nem állt rá a kezem. Gyere ide heal elődni. Ó, valaki még lő. Ki? Ott fut, ah. Hátul. Megvan. Ja? Meghalt. Jó. Meghalt. Ezért vettem hunting rifle-t. Mondjuk a tárcsövesnek jobban örültem volna. Van egy érzés, amit fogunk találni. Ha már lőfegyverem van, nem szeretek annyira közel rohangálni Satival meg ilyenek. Akkor már inkább miliznék, mint te. De annak meg megint nincsen értelme, hogy mindketten milizünk, vagy ilyesmi. Majd rakok neked kört. Mondjuk nem, ide bent lesz checkpoint. Simulacrum. Amúgy az előző videóban vettem észre, mikor töltöttem fel, és belenéztem, hogy rosszul hívom ezt a crafting cuccot. Majd ha betölt, mindjárt mondom. Olyan jól van optimalizálva ez a játék, mint egy Call of Duty. Hogy ez nem Lumentine, hanem Lumenite. Tehát... Lumenite. Igen, Lumenite. Tehát ezt így tegnap vettem észre, hogy amúgy rosszul hívom, de mindegy. Na. Nézzük, ez milyen dungeon lesz. Boss. Ezt elspoilerezem, nem nagy spoiler. Ez egy defenzív... hogy mondjam, túl kell élni. Tehát itt nem egy boss lesz, itt rengetegen fognak jönni, meg elit is jönni fog. Hasonló, mint a Root Hunter. Igen. Csak ez keményebb lesz valamivel. Na, nézzük. Hol a cinematic? Ja, jön. Ó! Oh. Nekem innen lesz a gírem. Oh. Oké, ezt le kell darálni. Ne őt lőd, hanem jönnek majd mobok. Túl kell élni. Baro.
Ti ugye sokan vagytok ott. Robban! Ellőttem tőled. Próbálok hunting rifle-lel lőni, csak... El itt jön. Jaj, erre vigyázz! Ez... Jön előtted, jó. Lehet hátba lőttelek, ne haragudj. Jó, rakok le neked heal-t. Naposan, öldj. Hí, bazd meg. Anyád! Kettő elit jön elvileg. Pedig jók vagyunk. Jobbra! Vigyázz! Jött egy miniganos. A miniganos le kéne teríteni vala. Gyere! 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 Vigyázz, itt van egy! A miniganos valahogy le kéne szednünk ketten. Lövöm hátba! Már van. Rajtam a másik elit! Szerintem én meghalok. Merre vagy? Ne! Meghaltam. Kergetett ez a kis pöcs. Megy a másik elit veled szembe. Meghaltam. Két elég erős elit jött. Ez az elit, ez új. Ez a pici gömb alakú kis köcsög. Ez gurul feléd, és elég nagyokat is üt. Tehát így rád gurul, ugrik, minden szart csinál, idegesítő. Azt gyorsan le kell bőrztölni, azt a kis ugráló köcsöget, az gyorsan hal. A fegyveresnek próbál lőni a fegyverét. A minigányát lőtt szét. Várj, jöttet. Baszki, nem hallottam, hogy fut. Rakok le healt mindjárt. Raktam le healt. Kritelsz bele, kritelsz beléjük. Vagy te nem? Te látod őket falon keresztül? Aha. Jó, itt a elit! Oké. Na így le kell durni ezt a másikat is. Te itt jön a másik elit. Átfutok. Próbálok rá kerülni. Vigyázz! Mögötted az elit! Lőd a nagyot! Merre vagy? Én jövök ide feléd. A nagyot le kéne teríteni. Hát megölt. Vedd rá. Ne, mögötted! Most a nagyot valahogy... Le kell majd darálnunk, kifókuszálva. Ez nehéz, basszus. Nagyot valahogy fókuszáljuk ki, és csak azt daráljuk le, vagy nem tudom. Az a baj, azt nyílt terepen nem tudjuk lerakni, tehát az olyan tűzereje van, hogy esélytelen szemtől szembe, tehát azt így fedezékből píkelgetve kell.
szétlőni. Mert aztán ki is tud fogyni. És amikor tölt vagy valami ilyesmi, akkor szét kell lőni. Hát a fegyverét kell valahogy célozni. A fegyvere a veszélyes. What the fuck? Ja? Már mögötted! És ledob késsel, vágod? Yes! Heal! Raktam le heal! Tudod mi? Gyere velem! Gyere! Átjövünk ide, mit szólsz? Mögötted okay. Lesz egy... Azt kilőttem... Jaj! Na hol vannak a kis köcsögök? Sajj... Mögöttünk puskás! A puskás bíz rám, fedezz engem! Oké. Ne! Yes! Mász már be, bazd meg! Hílelek! Arra vagy? Itt vagyok mögötted! Csak tarts! Mögötted! Megvan! Gyere velem! Na? Na! Valahogy ezt a nagyot öljük meg ketten! A, ölj meg a nagyot! Meghaltam, rám robbant ez a köcsög. De miért nincs hangja a futós köcsögöknek? Lehet ez az utolsó. Mögötted, mögötted, mögött! Kettő elit. Még. Azt a kurva eget. Vigyázz, kaszás! Dodzsolj! Ezt lőd szét, ezt le kell dúrni. Ezt dúrni kell addig, amíg tud védekezni. Dúrd le, dúrd le! Teleportál mögéd! Bocs, rosszul pingeltem. Azt hittem, ki tudom pingelni. Nálam van. Ez az utolsó elvileg. Ne! Basszus. Le tudod dúrni elvileg. Tehát hogyha kiütöd ebből a piros státuszból, utána lehet sebe... Most dúrd! Szedj fel, szedj fel, szedj fel, szedj fel, meg fogok halni! Ne, elvérzek! Basszus. Ah, faszom, bocsi. De várj, ilyenkor mi van? Ilyenkor spectatellek. Szép és jó. De hogy hozol vissza? Most vége van a harcnak, vagy a fasz? Elvileg igen, menj oda az a szarhoz, ami benőtte magát. Nem. Elvileg még van valahol szörny. Hallom. Egyébként, hogy így... szenvednek. Revived Stone. Ah, kőhöz kell menjek és akkor fogsz. Aha. Valahol van még egy mob. Á, nem itt lesz. Ó, jó fasz. Jó fasz. Nem tudok. That was rough. Elvileg ennyi. Jó, ennyi, ennyi. Valahol volt még pedig valami. Felkeltesz kőnél? Ha. Ott elő. Jobbra, 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 arra. Itt van előle a checkpoint, ott fel tudsz kelteni elvileg. Ah, baszki.
nem gyenge a game. Pedig ezek még nem nehezek amúgy. De megkaptam az XP-t is, meg mindent. Tehát megkaptam a plusz 400 XP-t, meg minden szart. Zsír. Ez a baj, kicsi az armorom. Na, elvileg itt lesz egy nagyon jó ruha. Ami neked is jó, meg nekem is. Oh. Ennél a szarnál. Ja, én ezt veszem is. Ha 2000 kéne. Vagy kell. Izé. Coin, vagy mi a faszom ez. A baj a melvertet megadtam. Na, így szép vagyok. Haha. Gyere, amúgy van itt izé. Scrap. Tessék, ott van már is 32. Ez kifejezetten ilyen rútok ellen jó, ez a ruha. De azok ellen nagyon. Tehát így a rot, az most 14-es. A rot védelme nagyon jó. Itt a fire-re kell majd vigyázni ebbe a ruhába. Az viszont fáj nagyon. És csak lesznek itt amúgy neked. Ezzel lesz a következő hely, ahol megyünk. Tűzsebzéses. Lesz amúgy, igen. Szedünk össze neked zsetont. De ugye nem tudok neked adni? Elvileg nem. Ja, az kő. Hát, jól láttam én, hogy az is van. Ne, semmi. Ah, majd ide jövünk vissza később. Mennyi kéne amúgy? Mennyi pénz kéne? 1000. Várj, azt hiszem, hogy nem tudok neked adni se, hogy? Nem nagyon látok olyat, hogy hogy lehetne ahhoz hozzányúlni a pénzhez. Vagy van nálad olyan cucc, amit el tudsz adni? De csak, itt is van még cucc. Van. Itt is egy kis scrap. Itt is lesz. Vagy nem. Hopp, az ott, oda be lehet menni. Ja, de ez a falba az meg. Azt hittem, izé, láda. Akkor neked ide vissza kéne majd jönnünk. Hm. Csak egy baj van, ha tovább haladunk, nem tudom, hogy ez a map rész eltűnik-e. Mert itt minden random. Tudok-e olyat? Hogy? És nem lehet olyat se, hogy kidobom az enyémet, érted? Select skin. Honnan van nekem skinem? What? Honnan van skinem? Ja, hogy az ala... Ja? Jó, hát ez kit érdekel. Az a baj... Nem tudom. Úgy akartam, hogy megveszem neked. Mert nekem van... még 877 kreditem. Amiből tudnék még azt szemvenni cuccot.
Viszont van trait pontom. Hát rakok HP-re. Kurvára kell a HP, úgy érzem, mert rohadtul papír voltam. Viszont ezen a mapon belül, amíg nem csináljuk tovább a gémet, fix, hogy vissza tudunk ide jönni. Megnézted, mennyi scrap kell? Mennyi pénz? 800. Baszki, pont annyi van. Na, vagy kijövünk, ölünk. És ha megvan a 800, akkor visszajövünk, azt megveszed a maradékot. Mert ez root ellen kurva jó, tehát ezek a kis rádrobbanós kis köcsögök nem sokat sebeznek. Viszont ha kigyulladsz, az nagyon fog fájni. Jó, ez a game csak valamiért minden engem üt. Kurva anyátok. What? What? Fene. Fene. Overkill. Mennyi időnk van? Még van. Ja, jobb oldalt meg ott áll az ember, bazd meg. Bocs. Kapta halt. Jó, fele jövünk, itt a házba be lehet menni jobbra. Oh. Kis csicskusz. Belepíkelt a másik, vágod? Meglőttem az egyiket, jött a másik, hogy ő kipíkel és lő rám. Kit lőttél? Szűnt. Itt fel lehet menni a lépcsőt. Oh, scrap. Ja, az Iron. Hát, majdnem. Hát az Iron is scrap. Opa. Iron. A reflexből az R1-et nyomtam. Na, itt találtam scrappet. Ezt visszabújtál. Hogy volt már? Na majd mindjárt. Ablakon keresztül. Mi van, köcsög? Mi a fasz? Mögöttünk feljött egy raklap. Enemy. Igen. Ja, hát egy raklap az kettőt jelent. De... De ne a falat üssed, könyörgöm! Fú, de rosszul tudom irányítani a midit ebbe a játékba amúgy. Borzalmas vagyok midivel. Hát elég érdekes, hát a lokkonnak a hiánya. Amúgy igen, kamerát, igen. Bár elmondom neked, hogy... Az itt is rengyéből lejjel. Hát igen, de elmondom neked, hogy a God of War-ba jobban ütök lokon nélkül, de hogy jobban is fordul a karakter. Ez az a SMG-hez egyszerűen egy kurva jó. És lentről lő. Melyik? Hó ne! Ho 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 ho! Na innen visszamenni lesz szép. Kapta? Lent még van egy. Látom. Jaj, ez a kontrolleres célzás, de nehéz. Meghaltak mindenhol. Megpróbálok visszamenni. Várj, megnézem, hogy vissza kell-e. Megnyomtam az... Át tudunk menni másik házba, szóval jaj, gyere vissza fel. Ez mi volt? Ez a hang. Elektronifika. Zaj. Várj, hogyha én csinálok egy ilyet, figyelj! Ott van lent, hogy... Ó, oh, VH! A wallhack! A wallhack, ez tetszik.
Várjunk csak. Titkos fal! Nem. Ez nem. Nem. Az SMG. Ez a wallhack, ez kurva jó. Na, mennyi scrapped van? 500. Ez kell 500. Pontos akarok lenni, 450. 5. Menjünk vissza fel, mert a másik háztetőre is fel lehet menni. Sajnos csak 400 kell. Ja, az... Menjünk fel. Már úgy láttam, hogy ott a másik házra is át lehet menni amúgy. Itt a lépcső. Over there. Hoppa. Mozog már. Faszom. Állok egy helyben, bazd meg, azt én nyomom az előrét. Neki ott lövünk egy fejest. Mondtam. Ami figyelj, tudsz ilyet, nézd. Legugolsz körrel, és hogyha célzol, feláll a karaktered automatikusan, és így tudsz píkkel velőni, bám, visszagugolsz, stb. És ez fal mellett is működik? Hát... Szóval, hogyha például itt vagyok? Nem, nem. Jó lenne, hogy kihajolnak. Viszont tudsz olyat, nézd, tudsz olyat, hogyha ide guggolsz, felemeled a fegyvert, megnyomod az L3-at, akkor irányt vált. Vágod? Célzás közben nyom meg az L3-at. Célzás közben. Uh-huh. Wow. És akkor vállat vált a karakter. És akkor itt innen jobbról jobban ki tudsz píkelni ezekre, mint hát, hogyha másik oldalról néznéd, mert akkor ki kéne jönned teljesen. Csak ez fight közben, tehát így harc közben elmondom neked, kurvára nem lesz az eszedbe. Ez egyértelmű. De egyébként meg kurva hasznos, hogyha eszedbe... Ja, várj, innen jöttünk, hülye vagyok, hát akkor nem is kell visszajönni. Akkor viszont... Én csinálok egy olyat, hogy kamikáze. Ja, itt van full damage. Na mindegy. És akkor itt kell beugrani, úgy látom. Busz mögött lesz valaki, ha jól láttam. Na, píkej, dugd ki a fejed. Hát szarabul lövök, mint más FPS-ben, az biztos. Tekintve, hogy ez TPS. Mász már fel, könyörgök, hát úristen! Várj, hol vagyunk? Ú, de nagy az a hely, basszus. Menjünk balra, ott lesz dungeon. Bal oldalon. Dungeon keep. Ez egy kurva. Itt egy elit. Fedezzék be! Kiesett a fegyver! Lőd! Fedezzék! Tölt! Úgy se találsz el! Mi a fasz? Meghaltak? Hey! Hol a Luminite, vagy mi a faszom? Felvetted? Vettem fel valamit. Ja? Jó.
Elit, valahol. Ez az elit? Aha. Próbálom lelőni. Hát a tár velem. Nagyon találtam el. Ilyen root rot. Jaj, mögöttem. Oh. Wait a minute. Ez kettő elit. Jobbra is van egy. Hátulról is jöttek csicskák. Ja, mert ez dobálja. Elkét. Ja, ki vagyok, hogy... Pici! Félre halt. Nem volt meg itt egy kis ammo loot? Nem, király. Hát ide már jöjjünk el, mert úgy látom, hogy itt lehet menni egy kört. Tudod, ahonnan jöttünk. Uh-huh. Ott egy kis szemétláda. Ott is. Messziről lőnek ezek a szerencsétlenek. Hí, bocs, basz. Menj már innen! Hú, ezt még szokni kell, ezt a kontrolleres lődözést. Itt is iron vagy valami. Akkor menjünk vissza a dungeonhöz fel, ugye? Hm? És csak... Zsíró. 5 kell, 50. Ho. Dugd ki a fejed. Ügyes vagy. Szólok neki, hogy píkeljen és píkel is. Kis ügyes. Rossz felemész. Ezeket felszorom. Ja? Megkaptam az Iront. Ilyen sokat raktál már a izére? Mhm. Teamworkre? Vagy mi az? Jaja. Király. Itt van egy kis belső rész is, ide nem mentünk be teljesen. Hát, ha van valami. Aha, rajtad kívül. Kis köcsök. Általában egy ilyen három dungeon-e van amúgy, úgy emlékszem. Dungeon Keeper. Ott is van valami. Kifogytam. Én is a long... vagy mi? A hunting rifle-ből fogyok kifele. De ne átugort, könyör... Gyök, hanem bug... Majd lesz csöcspont. Ugye furcsa ez a játék. Annak ez a grafikai motorja. Gyökér módban megcsinálva. Nem lehet minden tökéletes. De a játék jó. Még van 15 percünk. Belefér vajon? Nem biztos. Basszalom. Szerintem... Igen, igen. Hoppá, ott egy bandita. Ide látom. Jó. Akkor... A következő részt... Pont itt fogjuk folytatni. Pont itt, ahol ülünk. Pont ott. Abba a kis tócsába. Szóval... Következő részben folyt köv ezt a dungeont. Addig is. Csá-csá-csá. Csí.